Pontosan ugyanúgy kezdem most a konferálást, mint ezelőtt pár perccel. Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, színházigazgató, csak éppen a másik színházé a fővárosban, az Örkény színházigazgatója Mácsai Pál, az előbb pontosan így vezettem föl Máté Gábort. Köszönjük szépen! Jó reggelt kívánok! Elkényeztetett minket a ma reggel. Ma nagyon-nagyon, alig vártam, hogy eljussunk a Start Plus-ig ma reggel. Túlzásba estek, de köszönjük szépen! Nálatok 5 bemutató lesz, és rengeteg másféle esemény is, Füranikó lemez bemutatójától, vendégelőadókon kívül, az Örkény köznevű programsorozatig, sokféle dolgot csinál az Örkény ebben az évadban. Igen, van 3 nagy színpad és 2 stúdió bemutató. Ezeket meg lehet találni a honlapon, de azért nagyon gyorsan elmondom. Máté Gábor is elmondta mind a hetet. Neki akkor nehezebb dolga volt. A Second Hand című előadás az első, Svetlana Alexievics, Nobel-díjas orosz írónő, óriási riportanyagából egy színpadi fantázia, ez Vagosi László rendezi. Az egy érdekesség, hogy a növedékeivel együtt ő egy rendező osztályt visz a főiskolán, és hát ők ott beszabadulva közénk, felnőtt színészek közé először dolgoznak nagy színházban. A második a Szépernő patikája, Mohácsi rendezés, Asher nálunk is rendez, ő éjjeli menedék helyett, évad végén, végi bemutatóval, akkor kezd el Bodó Viktor dolgozni, aki már a következő évad elején mutat be. Ez a nagy színpad. Magyarországon van Bodó Viktor? Jelenleg Svájcban van, hát ő Európában mozog, és valóban jeles, igazán jó társulat rendelkező fontos színházak hívják őt meg. De hát többet rendez Magyarországon ebben az évadban, nem csak nálatok? Úgy tudom, hogy nálunk, vagy legalábbis nálunk kezd, addig nincs itthon. Aha. De örülök, ha dolgozik itthon sokat, és még jobb lenne, hogyha lenne saját társulata itthon. Hát igen, ahogyan volt korábban. Időben. De bocsánat, közbevágtam. Csak annyi, hogy a stúdióban pedig 2 bemutató van, Jászberényi Sándor, a lélek legszebb éjszakája, számotokra fontos, vagy talán számodra bizonyára ismerős anyagából. Hát ő haditudósító volt, tehát ő égőhelyekre ment el a Közel-Keleten, és erről írt egy nagyon különös könyvet, ami a Libri Irodalmi díjat nyerte tavaly, ahol összefonódik az ő belső személyes világa, és az a rettenetes tapasztalás, amit ott szed össze. És ebből lesz egy stúdióerőadás, ezt Polgár Csaba rendezi, aztán pedig a Gáspár Ildikó rendez egy régi angol darabot. Amikor így felsoroltad, és Krisztina is említette, hogy bőséges a repertoár, akkor a darabokat egyenként tervezitek meg, vagy akkor, amikor összeáll, akkor azt mondjátok, hogy komplex az egész év, tehát az egyiket a másikhoz passzítjátok, vagy külön-külön darabokat választotok? Hát, nagyon jó kérdés, és tudom, hogy kevés idő van reggeli műsor, de röviden elmondom, hogy azért ez a legszebb és a legösszetettebb része a színház csinálásnak. És amikor az előbb Máté Gábor azt mondta, hogy a rendezők napi kedélyétől függ, akkor ő persze egy belső iróniával mondta ezt, hát ez egy igazán összetett dolog. Először is van egy társadalmi megrendelés. Mit értek ez alatt a nagyképű beszéd alatt? Azt, hogy az Örkény prózai dráma színház. Tehát eleve lemondunk a drámairodalom feléről, a szórakoztatóipari művekről és a zenésekről, arról azért sajnos, de le. És akkor van 4 égtáj. Mi a 4 égtáj? Hogy kortárs is legyen, és régi is legyen, és magyar is legyen, és nem magyar is legyen. És a legfontosabb közös gravitáció az egészben, hogy szóljon hozzá valamiképpen ahhoz, ami van. Nem a politikához pusztán, mindjárt megkapom ezt a kérdést, tudom, csak azért segítek. De milyen tökéletesen fogalmaztál, ahhoz, ami van. Hanem ahhoz, ami van. És az nagyon sokféle. Tehát akkor, amikor megemlíted, bocsánat, igen, azt, hogy, és örülök, hogy ezt megemlítetted, hogy magyar és nem magyar. Akkor például, amikor Bodó Viktorról beszélsz, akkor például mások a darabok, akkor, hogyha valaki egy magyar nyelvű, magyar nyelven szóló magyar közönséghez magyart rendez, vagy aki külföldi rálátással rendez, például akár Japánban, akár Svájcban, hazahoz-e valamit a külföldi színházkultúrából, vagy a nemzetközi esítésből? Én azt hiszem, hogy a Bodó esetében inkább arról van szó, hogy ő ott is megtermékeny tőleg hat. Tehát egy nagyon erős szuverén alak. És lenyűgöző pasas. És azt hiszem, tehát itt tudom én, csak egy kis példa, sajnos nem láttam, bár láttam volna, de legendákat lehet hallani a gráci
Lilium előadásáról, ami Molnár Ferenc Liliuma, és nem volt átírva, vagy modernizálva, vagy új szövegkönyv nem készült, hanem a Molnár Ferenc Liliumját rendezte meg. Nyilvánvalóan egy olyan tudása van az életről, amit Európa szerte kíváncsian figyelnek, és ez nagyon, nagyon klassz nekünk. És hát aztán jönnek nagyon fontos szempont a színészi pályák, a ki hol tart, ki mire alkalmas éppen, ki hogy nem koptatja túl a saját ismert felületeit, és hogy találhat magában újakat, és így tovább. Ez egy igazán, igazán izgalmas és hát lélek igénybevevő játszma. Holnap ülünk össze a színházban az úgynevezett művészeti tanáccsal, és kezdjük összerakni a jövő és a jövő utáni évadot, illetve inkább véglegesíteni, mert azért a kontúrjai látszanak már. El ne felejtsünk arról beszélni, ki ne fussunk az időből, hogy szombaton egész napos szabadtéri programmal az Örkénykert. Hogy néz ki egy színház, amikor megnyitja az ajtaját és szabadtéri programot mutat? Hát úgy néz ki, hogy ez egy zöld gondolatból született 8 évvel ezelőtt. A Madács tér akkor egy nagyon piszkos autóparkoló volt a 7. kerület szélén, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha az autókat kivinnék és leterítenék fűvel. Meg is csináltuk, és ott volt két színpad, és egy egész napos jambori volt, lehetett jönni-menni. Mert a ebből tér maga zseniális. Igen, ebből lett egy szokás azóta, hagyománynak majd 30 év múlva nevezzük, és hát ennek a kis mozgalomnak köze volt ahhoz, hogy a Madács tér már nem autóparkoló, hanem sétatér. De azért mi leterítjük fűvel, két színpad van, és hagyományosan kicsit a klasszikus zene és kicsit az Örkény fazonyához illő dolgok történnek ott, tehát... Hánytól hányig? Délelőtt kezdünk, 10 órakor, akkor csak játékok vannak, társasjátékok és mindenféle remek programok, ezt is lehet látni a neten, és bele torkollik az önironikusan esztrádnak nevezett nagy koncertbe este, ahol az Örkény prózai társulata úgy tesz, mintha tudna énekelni, az pedig a 68-as év ihlette, mert ha hisszük, ha nem, 50 évvel ezelőtt volt. És úgy társadalmilag, mint a rock műfajban elég meghatározó év volt, úgyhogy minden szám 68-as lesz, de ennek ellenére csöppet se lesz unalmas, nagyon tarka. Ilyenkor egy direktor minek örül, vagy miért izgul jobban? Egyrészt, hogy a közönség tömegével jöjjön, hogy elnyerje a tetszést, vagy pedig Németh Lajost hívja két naponta, hogy milyen idő lesz? De az időjárás meghatározó szorongási tényező. Soha életemben nem hallottam. Annyira szép, hogy költészetileg beszélünk. Akkor amikor ide jöttem, csak is a különböző. Még azt is megnéztem, hogy Das Wetter Wien, mert hát, ha ők mást mondanak szombaton. Igen, tehát, hogy az okostelefonnak az applikációja más mond. Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm szombaton szépen. Mindenki a Madács térre, onnantól fogva meg mindenki az Örkénybe. Köszönjük szépen, hogy köszönjük szépen.